Legyél egy pillanatra, mint a fa mozdulatlan. Aztán egy kedves mozdulattal indulj el, mintha gyökered lábod volna, mintha a lábod föld alulna az égig. Ez az az erdő, ahova én kijárok, ami végül is Szerbia, meg Magyarország határán van. Ez ennek az erdőnek majdnem az utolsó olyan része, ami még nincs kivágva. De szerintem ezt is ki fogják vágni. Azon gondolkoztam az előbb, hogy ezt, akkor majd megpróbálom megszerezni legalábbis ezt a részét. De nem biztos, hogy sikerülni fog. Mert bent laktam a városba, egy beton épületnek a harmadik emeletén, és hiányzott a természet. Azóta kiköltöztem Palicsra, kint lakok a határban, valójában majdnem egy tanyán, egy vikend telepen, de most is kijárok, mert annak idején rájöttem arra, hogy teljesen másképp szól az erdő, tehát van ugyebár akusztikája, főleg a fenyőerdőknek, mint akármi más. A nyárfáknak is van egy teljesen más akusztikája, de nekem a fenyő tetszik. Azért, mert van neki egy keménysége a hangnak. Tehát főleg a hang, ami vonzott, meg hát az illat, a fenyő illat. Vissza hozza az embert maga az illat az erdőbe. Tehát utána akármilyen erdő lehetett, mikor én ezt elkezdtem megérezni, hogy ez hogy van. Utána nem csak a fenyő erdőnek az illata kezdett vonzani, hanem akármelyiké. Az erdő fenyő illatában ott áll Lajkó Félix. Megzendül kezében a hegedűje, hangjai nem kopaszágra, hanem tűlevére ömlenek. Csöndít, és lehel ránk örök zöldet. Hullik belőle s a hangszeréből minden, ami szép. Főleg a fenyő erdő, mert ugyebár nem olyan pullató. Nem igazán változik, tehát lehet, hogy van ennek az én erdőbejárásomnak egy olyan magyarázata is, hogy ez állandóan konstans, persze attól függetlenül, hogy minden másodpercben teljesen más, tehát attól kezdve, hogy leesik, mit tudom én, egy ilyen toboz a fáról, már teljesen megváltozik. Attól függetlenül, tehát mégis a kisugárzás valamilyen állandót sugároz ki. Meg ennek biztos van valami misztikája is, de ezen én valójában szándékosan nem is akarok gondolkozni, hanem ezt én érezni szeretném. Maga az erdő, vagy maga a fa, vagy a fenyő elindít az emberbe egy nyugalmat, vagy egy valami érzést, és akkor azt játszod ki, tehát nem, tehát, hogy mondják ezt? Tehát átengeded magadon azt a fajta érzést, amit a sugár az a hely. Nem tudom, milyen a zeném. Én dolgozok rajta, hogy még jobban kifejezze azt, amit én gondolok. Ez az, amit nem lehet szavakba elmondani, azt gondolom én eljátszani. Azt hiszem 70-es években kiadott verses könyvbe, ami pont erről szól, hogy szól egy hegedű az erdőben. De ez nem volt ez szándékos, hogy most én valamilyen performance-t akarok itt az erdőbe csinálni, hanem nekem ez tényleg jó esik. De lehet, hogy van ennek performance szaga is. Sokan tudnak arról, hogy járok ide zenélni, meg sok ember jött is ki velem, tehát mit tudom én,
egy 40-50 ember már biztos volt kint velem, így az erdőben, amikor én is kint voltam, és játszottam is. Szerették, meg én is szeretem. Fenyőszagú a lég. A gesztusok és bármiféle megnyilatkozás itt csak természetes lehet. Lajkó Félix olyat húz a vonójával, amit tanulni nem lehet. Vérből és szívből muzsikál. És akkor minden muzsikálni kezdett. A fák, az erdei utacska, a karácsony. Fehér virágot limbáltak a fák.